A Központi Statisztikai Hivatal minden évben felmérés készít, melyben a háztartások fogyasztását vizsgálja. A KSH előzetes adatai alapján 2017-ben az egy főre vetített heti kiadás 82.900 forint volt, ami 5,1%-os reálérték növekedést jelent a 2016-os évhez képest. Az összes csoportban nőtt fogyasztás, legnagyobb mértékben a vendéglátásra és a szálláshelyszolgáltatásra folytott összegek emelkedtek. Ezek reálértéken 9,7%-kal, és ezt követik a lakberendezési és a háztartásbeli kiadások 9,3%-os növekedéssel. Egyébként a legnagyobb szeletet a fogyasztási szerkezeten belül az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra kiadott összegek tették ki, 22.500 forintot havonta egy főre vetítve. Ezek azok az élelmiszerek és italok, amelyeket otthoni fogyasztásra vásároltak a háztartások. Az értékeket több tényező is befolyásolhatja, ilyen például a jövedelem változás a háztartásokban, ez pedig 2017-ben nőtt. A KSH közleménye szerint minél nagyobb a lakosság szabadon elkölthető jövedelme, annál nagyobb eséllyel képes finanszírozni további szükségleteit. Amikor a kiadásokat vizsgáljuk, akkor egyébként azt is érdekes megnézni, hogy a fogyasztási szerkezeten belül melyik tényező mekkora százalékot tett ki a teljes fogyasztáson belül. Például ez a 22.500 forintos fogyasztás az élelmiszerekre, ez 27%-ot tett ki a teljes fogyasztáson belül. Ezt követték a lakásfenntartás és háztartási energiakiadások, ugye a rezsikiadások. Ez 21%-ot tett ki a teljes fogyasztáson belül, 17.500 forinttal. A harmadik legnagyobb kiadást pedig a közlekedésre és szállításra költött összegek jelentették 2017-ben. Az adatok a teljes feldolgozottság után, az Eurostat validálása után válnak véglegessé.